Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Link Réka Anna vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Magyarországi németek elhurcolása. Emléknapot tartottak Bonyhádon. Ünnepi gála műsor Szekszárdon. A kultúra mindenkié. Jótékonysági estet tartott a Rotary Klub. Az elsődleges cél a fiatalok támogatása volt. Mészőnap. Átadták az író nevét viselő díjat és emlékplakettet. Január 19-e a magyarországi németek elhurcolásának hivatalos emléknapja. Erről és az elüldözött németek kitelepítéséről emlékeztek meg Bonyhádon. Köszöntött mondott Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, és beszédet tartott Krémer György, a magyarországi németek országos önkormányzata szekszárdi regionális irodájának vezetője. 1945. január 2-án kidobolták Bonyhádon, hogy a munkaképes fiatal németek jelentkezzenek a gimnáziumban a következő napon. 15 napra elegendő élelmiszerrel, két pár cipővel, meleg ruhával és ágyneművel kellett érkezniük, majd innen Bajára gyalogoltak, ahonnan marha vagonokban vitték őket az akkori Szovjetunióba kis munkára, azaz a Málenki jó robotra. Az 5 éves munkatáborból a németek egyharmada már soha nem térhetett vissza. Mindeközben az otthon maradt németeket pedig elkezdték kitelepíteni Kelet-Németországba. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy mi történt a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, és azt, hogy ezt a fiatalabb generáció is megtudhassa. Nagyon fontosnak tartom, hogy évről évre emlékezzünk meg. Mindig más előadót hívunk ezekről az eseményekre. Ebben az évben Udo Pörske Heimatlos című filmjét vetítjük le. 1995 óta emlékeznek a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium falai között a németek elhurcolására, kitelepítésére és internálására, mondta el nekünk Köllerni Koch Ilona. 2 éve már sajnos nincsenek túlélői ennek a borzalmas időszaknak. Tovább tudjuk adni a fiatalabb generációnak, hogy ez történt a mi felmenőinkkel, és hogy ne feledjék el. Jó lenne, hogyha ilyen többet már nem történne, de látjuk, hogy körülöttünk ismét háború folyik, és csak bízunk abban, hogy ebben Magyarország nem keveredik bele. 1946. január 19-én hagyta el Magyarországot az első szerelvény Budaörsről, amely az elüldözött németeket szállította az akkori NDK-ba. A kitelepítettek száma pedig 1947-re elérte a 200 ezer főt. Idén a Babits Mihály Kulturális Központ programsorozattal készül annak érdekében, hogy méltó módon ünnepelhessük a Magyar Kultúra Napját, és nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. Ennek alkalmából az intézmény ünnepi gála műsort szervezett Szekszárdon. Különleges ünnepi gála műsort tartottak Szekszárdon a Kultúra Hete programsorozat keretében. Már több éve hagyománnyá vált a Babits Mihály Kulturális Központban, hogy nem csak a Magyar Kultúra Napját, január 22-ét ünnepeljük meg, hanem egy több napos rendezvénysorozattal készülünk itt a Babits Kulturális Központban, és egy nagyon régi hagyományt elevenítettünk fel idén, mégpedig egy olyan gála műsort szerveztünk, ahol Szekszárd kulturális életének a színe java bemutatkozhat. Nagyon régen volt arra a mód és lehetőség, hogy közel 20 szekszárdi értékekkel bíró zenekar, együttes, néptánccsoport, nyugdíja, szépkurókat tömörítő egyesület, és a legfiatalabbaktól a legidősebbekig terjedően bemutathatják a tudásukat. Az ünnepségen beszédet tartott Csötönyi László, Szekszárd megyei jogú város közgyűlésének kultúra, civil szervezetek, városmarketing bizottságának elnöke. Január 22-en a Magyar Kultúra Napja, amelyiket hivatalosan 1989 óta ünneplünk, annak az emlékére, gondolom az itt ülők közül sokan tudják, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmár Csekén a himnusz kéziratát. Beszédében hangsúlyozta, hogy érdemes a kultúra iránti fogalmunkat és tudatunkat ennél tágabb horizontra terelni.
Mint mondja, a kultúra azon javak egyike, amelyikből minden ember részesülhet kisebb vagy nagyobb mértékben. Berlinger Attila ezen felül kiemelte a Gála műsor egy újabb alkalom, hogy mindenki osztozzon a város kulturális érdekeiben. Mai nap is teltház előtt fognak felépni ezek a csoportok. Én azt gondolom, nem is lehet ez másképpen, hiszen az itt felépő csoportoknak a családtagjaik, a barátaik, szüleik vagy éppen gyermekeik ugyanúgy közöttünk élnek, és ők is kíváncsiak arra, hogy egész évben ezek a csoportok micsoda munkával, milyen fantasztikus lelkesedéssel és odaadással készülnek. Éppen ezért, amikor a saját csoportaink, a saját közönségünk, a saját városlakunk előtt mutatkozhatnak be, az mind-mind egy bizonyítéka annak, hogy Szekszárd igenis még mindig a kultúra fellegvára, a kultúra városa. Az ünnepi műsoron felléptek mindazon egyesületek, akik Szekszárd hírét nem csak helyi, de világviszonylatban is öregbíteni tudják. Most rövid híreink következnek. Vasárnap kezdődött a keresztény egységért meghirdetett ökumenikus imahét, amelynek középponti evangéliuma az idén az egység megosztottság és a szeretet gyűlölködés ellentétpárjairól szól. Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak Isten tiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért. Szekszárdon Kaszó Gyula református lelkész Isten tisztelettel nyitotta meg az esemény sorozatot. A harmadik kérdés, amit megvizsgálunk, az, hogy hogyan tesszük fel az örök életre vonatkozó kérdést. Ha már eljutottunk oda, hogy feltesszük. Jó esetben eljutottunk oda is, hogy a forráshoz elérve tesszük fel, Krisztusnak tesszük fel, még akkor sem mindegy, hogy hogyan tesszük fel. Érdemes észrevenni és leleplezni, hogy milyen szándékkal kérdezünk. 9 műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói a hétvége folyamán. Árokba csúszott, majd felborult egy személyautó péntek reggel Kismányokon. A baleset helyszínére a Bonyhádi hivatásos és önkéntes, továbbá a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították, majd a kerekeire állították a gépkocsit. Megcsúszott, majd fejtetőn állt meg egy személyautó vasárnap délután Mórágyon. A sofőr önerejéből hagyta el az utasteret, a mentők a helyszínen megvizsgálták. A balesethez a bátaszéki önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. 1989 óta Magyarországon január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. A Bonyhádi Völgységi Múzeumban ez alkalomból a hétfői napon ingyenesen látogatható volt az intézmény. Minden évben valamilyen módon megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjára. Volt, amikor konferenciát szerveztünk, volt, amikor egy kiadványt jelentettünk meg. Az idei év az pedig arról szól, hogy összekapcsoltuk ezeket, egy ingyenessé téve a látogatóhelyeket, illetve a kiadványok közül az újak mellé lehet egy ajándékot venni. Igyekszünk minden évben kitalálni valami újat, jövőre biztos, hogy valami más lesz. Immáron fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Rotary Klub Szekszárd. Az egyesület elnöke Módos Ernő elmondta, a jótékonysági est bevételét idén is a kiemelten hátrányos helyzetű és tehetséges fiatalok támogatására fordítják majd. Az eseményen felléptek a Tücsök Zenész Színpad és a Bartina Néptánc Egyesület tagjai. Mindkét társulatot hosszú évek óta támogatja a Rotary Klub. Immár hosszú évek óta hagyomány, hogy január közepén a Rotary Klub Szekszárd jótékonysági estet rendez. A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. A Rotary általános céljai az a segítés, a tehetségek segítése, azoknak a gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek a segítsége, akik rászorulnak, de egy picit talán inkább nem a jótékonyság, hanem a pozitív irányú segítség a fő csapás irány a Rotaryban, és ennek értelmében természetesen támogatunk tehetséges gimnazistákat, hogy eljussanak az egyetemre. Emellett támogatnak tehetséges sportolókat és gyermekotthonokat, a szervezet tagjai szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek.
Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere hozzátette, a város életében is kiemelt szerepet játszanak. Több beruházás fejlesztés készült a Rotary-val együttműködésben és külön-külön is, amik nagy vonalakban szeretnék megemlíteni, hogy a kórházi ágyak nagyon sokat sikerült beszerezni, főleg Belgiumból, és ezzel is jobbá tudják tenni a kórházi ellátást, és el ne felejtse senki a postánál a bejáratnak a kialakítása, mozgáskorlátozott bejáratnak a kialakítása, a stációknak a felújítása, a kereszteknek az elhelyezése a Kálvárián és a rengeteg faültetés. Az egyesület tagjai arra törekednek, hogy vármegye szerte terjedjen a megértés és a jó szándék. Az egyes rotarisok ezeket az ideálokat képviselik, és ezek szerint az ideálok szerint élnek. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem elmúlt években elért magyarországi eredményeit mutatta be Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. A tárca tájékoztatása szerint 2030-ig felére kell csökkenteni a kiskereskedelemben és a fogyasztóknál keletkezett élelmiszer hulladékot. Az elmúlt 7 év alatt Magyarországon 27%-kal mérséklődött az egyfőre jutó éves élelmiszerpazarlás mértéke. Ez az eredmény a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által 2016-ban útjára indított élelmiszer hulladék megelőzési programjának, a maradék nélkülnek is köszönhető, ami 2023-ban számos nemzetközi elismerésben részesült. Tavaly csak nem 6500 ingatlanban keletkezett tűz, ezek közül csupán 16-ban, az otthonok 0,2%-ában volt füstérzékelő. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő helyettese, Dóka Imre azt írta, ahol volt ilyen készülék, ott nem történt tragédia, de még súlyos sérülés sem, hiszen a füstérzékelő már a tűz kezdeti fázisában jelzett. Ajánlott rendszeresen ellenőrizni az elektromos készülékeket és vezetékeket, kerülni a hálózat túlterhelését, és csak jó állapotú engedélyezett elektromos eszközöket használni. Baj esetén a 112-es segélyhívó számon azonnal értesíteni kell a tűzoltókat. A Kakasd labdarúgó csapata nyerte a 20. alkalommal megrendezett Vászbau kupát Szekszárdon. Csoportjukban a Fad, Tolna és a Bonyhád együttesét győzték le. Az elődöntőben a Mórágy együttesén jutottak túl. A fináléban ismét a bonyhádiakkal találkoztak, ellenük 3-2-es győzelmet arattak, így történetük során először emelhették magasba a kupát. A Szekszárdi Művészetek Házában a Mészöly díj és emlékplakett átadásával emlékeztek meg a szervezők Mészöly Miklósról, a kortárs magyar irodalom meghatározó személyiségéről. A Mészöly díjat 2004-ben alapították, melyet olyan íróknak nyújtanak át, akik jelentős irodalmi művet hoztak létre, és fontos szerepet vállalnak a társadalomban. A díjat minden év január 19-én adják át Mészöly Miklós születésének évfordulóján. A 20. század második felében elképesztően meghatározó alakja volt a magyar irodalomnak Mészöly Miklós. Sokan úgy tartják, hogy a következő nemzedék, hát többek között az ő köpönyege gépből, vagy az alól bújt ki. Éppen ezért gondolom azt, hogy akár Szekszárd megyei város elkötelezettsége, de a segítők, a Mészöly Miklós Egyesület, vagy a Hosinszky Mór Múzeum, az I.S. Gyula Könyvtár, és még sorolhatnám külön a személyeket és támogatókat, elképesztően fontos, és mindenféleképpen nagyszerű érzés, hogy évről évre ez az elkötelezettség talán megmarad. Ódor János, a Hosinszky Mór megyei múzeum igazgatója elmondta,
Hosszú évek óta fognak össze szekszárdi intézmények, civil szervezetek a Mészöly Emléknap szervezésében. Az irodalom szeretők számára ez a nap egy örömünnep, különleges alkalom megemlékezni a Kossuth-díjas író életéről, életműveiről. Ilyenkor két díj átadására kerül sor. Egyrészt a Mészöly Miklós Egyesület a Mészöly Miklós díjat, az általa kiválasztott író teljesítményét honorálja Mészöly Miklós díjjal. Ennek a részben a Szekszárd megyejogúváros önkormányzat, illetve Mészöly Miklós Egyesülete adja a pénzügyi hátterét, illetve maga a Szekszárd megyejogúváros önkormányzata a Mészöly Miklós emlékplakettet olyan személynek adja át, aki a Mészöly kultusz ápolásában tett sokat. Az elismerést Baranyai László, a Mészöly Miklós Egyesület alapító tagja kapta. A Mészöly díjat Tompa Andrea író, színkritikus vehette át Kelemen Páltól, az Egyesület ügyvezető alelnökétől, méltatta Szollá Dávid elnökségi tag. 2010-ben jelent meg az első könyve, a Hóhér háza, amely egy egészen eredeti módon dolgoz föl egy késő Ceausescu korszakban egy felnőtté válási történetet, egy kolozsvári erdélyi magyar lánynak a felnőtté válási történetét. Azóta megjelent további 4 regénye, ezek eléggé klasszikusokra emlékeztető történetmondás jellemzi őket, belemerülő az ember. Az ember nehezen szakítja ki magát a könyvből, hogyha félre kell tenni, tehát mindenkinek szeretettel ajánlom ezeket a műveket. Tompa Andrea az eddig elért magas színvonalú irodalmi munkásságáért, főként a Sokszor nem halunk meg című könyvért kapta meg az elismerést. Az első olyan díjam, amit egy olyan íróról neveznek el, akit nem csak hogy tisztelek, hanem akinek a hagyományában be is akarnak fogadni, be akarnak ölelni, és ez azt hiszem elsősorban az Egyesületnek köszönhető, az a mód, hogy ezt a hagyományt, ezt az írói hagyatékot gondozza, hogy át akarja adni, ahogy össze akar kapcsolni ezzel. Szóval ez egy fantasztikus dolog, nem beszélve arról, hogy ez egy független díj, nagyon nagyra értékelem a független díjakat. Azt hiszem, én ma már csak ezeket kaphatom meg, állami díjat aligha, és ez így nagy boldogság. A díjátadón közreműködtek a Mészöly Miklós vers és prózamondó verseny díjazottai, valamint a Szekszárdi Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola növendékei és tanárai. Regionális híreink következnek. Jubileum. 30 éves a Pécsi Diagnosztikai Központ. Iskola kezdés. Számos feltételnek kell megfelelniük a gyerekeknek, mielőtt elkezdik az első osztályt. Szellemi kulturális örökség Magyarországon. Fotókiállítás Pécsen, az ANK művelődési házban. A 30. születésnapját ünnepelte a Pécsi Diagnosztikai Központ, többek között az MTA elnöke és a PTE vezetőivel. Az elmúlt 30 évben a PDK úttörő szerepet játszott a modern képalkotó diagnosztika megteremtésében a Dél-Dunántúli régióban. Az itt végzett kutatások olyan súlyos neurológiai betegségek, mint az epilepszia, a Parkinson-kór és a stroke kezelése terén tettek országos, illetve esetenként nemzetközi szinten is kiemelkedő ellátóhelyé Pécset. Az ünnepi ülésnek az orvostudományi kar új épülete adott otthont. 30 éve magas szintű diagnosztikai ellátás történik a Dél-Dunántúl betegei számára a Pécsi Diagnosztikai Központban. Magánszemélyek és egy egyetemi alapítvány által létrehozott PDK önerőből szerezte be az eszközparkot. Működése során a kutatás, oktatás, betegellátás egymást erősítő hármasát tartotta szem előtt. A PDK-ban az egyetemi tudás egy részét piacosítják, az itt keletkezett nyerességet visszaterelik a közös ellátásba, mondta professzor dr. Dóci Tamás akadémikus, a Pécsi Diagnosztikai Központ ügyvezetője. Magyarországon elég speciális modell, mert ötvözi a magán és az állami ellátásnak a rendszerét, méghozzá úgy, hogy ebbe a régióba mi vagyunk a térítéses ellátók is, az ott keletkező nyereséget is egy kasszába forgatjuk, és teljesen egyforma minőségi betegellátást biztosítunk mindenfajta paciensnek. Ezt a tevékenységünket támogatja
most az a Hunren, vagy Magyar Kutatóhálózat, ez a régi MTA, Eötvös Loránd Kutatóhálózat, ami szintén ott működik, ez is egy minőségjavító. Szóval tulajdonképpen úgy működünk, mint egy klasszikus egyetemi spin-off KFT. Az egyetem rektora, professzor dr. Miseta Attila a PDK hiánypótló szerepéről beszélt az ünnepi ülésen. Itt egy olyan fajta szimbiózis együttműködés alakult ki az egyetemmel, különösen az utóbbi évtizedben a radiológiai klinikával, ami egy nagyon hatékony, a diagnosztikát segítő együttműködés volt, és nem mellesleg jegyzem meg, hogy ami az orvostudományban igazán látványosan fejlődött az elmúlt évtizedekben, az a diagnosztika, a képalkotó diagnosztika, labordiagnosztika, genetika, és ezek azok a területek, hiszen ha egy korrekt és jó diagnózisunk hamar van, akkor onnan a gyógyítás, hát nem mondom, hogy már csak a fele, de egészen biztosan a hatékony gyógyításnak a gyors és korrekt diagnózis egy előfeltétele. Dóczi Tamás akadémikus, a Pécsi Diagnosztikai Központ ügyvezetője hozzátette, reméli, hogy az egyedülálló pécsi működési mód az egészségügyi rendszer átalakítása után is fennmaradhat, akár más intézmények számára is mintaként szolgálhat. Fizikailag és pszichésen is meg kell felelniük a gyerekeknek ahhoz, hogy iskolai érettek legyenek. A gyakori meseolvasás, mozgáskoordináció és beszédgyakorlatok ebben segítik a kicsiket. A szakemberek szerint az is fontos, hogy a szülők kellő figyelmet fordítsanak a gyermekekre. Kékkel vagy a fehérrel szeretnél? Kékkel! Jó. Hány? 1, 2, 3, 4. Nagyon ügyes vagy. A számolási készséget és a szabálytudatot is fejleszti ez a játékos feladat. Ezek is fontosak ahhoz, hogy a nagycsoportos gyerekek iskola éretté váljanak, csak úgy, mint a szem és a kéz megfelelő koordinációja. Így hozzájön és így elvarázsolni, jó? Azaz! Hoppá! Zéti nagyon érdeklődő és nyitott a világra, minden feladatot szívesen elvégez. Beszéde is sokat fejlődött a logopédiai gyakorlatoknak köszönhetően, de szülei is sokat foglalkoznak vele otthon. A mesemondás például része a mindennapoknak. Este mindig van mese, vagy valamiből olvasunk neki, amit ő kér, illetve nagyon emberközpontú, hogy ő szeret emberekkel lenni. Több tényezőt kell figyelembe venni, hogy a gyerek iskola érette. Első körben a fizikai állapotát, a biológiai feltételeket kell szemügyre venni, hogy megindult-e a fogváltás folyamata, megfelelő testsúlyú, magasságú a gyermek, illetve hogy a mozgásai megfelelően koordináltak-e. Ezt követően pedig nagyon fontos az, hogy azok a kognitív funkciók birtokában legyen, amik szükségesek ahhoz, hogy az iskolában elsajátítandó ismereteket magáévá tegye. Valamint a fizikai, illetve a különböző kognitív funkciók mellett nagyon fontos az, hogy szociálisan érett legyen egy gyermek arra, hogy be tudjon kerülni az iskolába. Alkalmazkodniuk kell a társaikhoz, együtt kell működniük a pedagógusokkal, ugyanakkor a beszédkészség is előtérbe kerül. Nagyon fontos az, hogy ha mód és lehetőség van rá, a gyermek tisztán tudjon beszélni, szépen artikuláltan használja a magyar nyelvnek a szavait, illetve ki tudja fejezni gondolatait egész mondatban, mert ha tisztán ejti a hangokat, akkor később az írás-olvasás elsajátításánál is sokkal gördülékenyebben és könnyebben fogja tudni ezeket az ismereteket elsajátítani, mert hogyha beszédben keveri a hangokat, vagy ejti, akkor valószínű, hogy írásban, olvasásban is keverni fogja. Ezek a hanghibák azonban segítséggel kiküszöbölhetők, mondja Zalavári Eszter. A szakember arra szeretné felhívni a szülők figyelmét, hogy ajánlott időben elkezdeni a kicsik iskolára való felkészítését. Fotókiállítás látható a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékében szereplő örökségekről és közösségekről az Apácai Művelődési Házban. A szellemi örökség mindenkinek fontos, hiszen az utánunk következő nemzedék számára a gyökerek ismerete elengedhetetlen. Ezt mutatja be a tárlattal Farkas Mohi Balázs fotóművész. A fotókiállítás a PKK Apácai Művelődési Házban február 14-ig megtekinthető.
A Szellemi Kulturális Örökség Magyarországon című fotókiállítás Farkas Móhi Balázs fotoművész munkáját reprezentálja. Elkötelezett híve ebben a témában kutatni azokat a helyzeteket, életképeket, amelyek a magyarság szellemi örökségét őrzik. Mindig azt érdemes megörökíteni fotón, ami eltér a hétköznapitól, ami egy picit más. És ezek a közösségek azt gondolom, hogy a magyar kultúrának egy olyan új, de színfoltját mutatják meg, amit bárkinek a kultúra iránt érdeklődőnek érdemes lehet itt megtekinteni. Körülbelül olyan 7-8 év alatt készültek el ezek a fotók. Az itt látható válogatás szempontja volt a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékben szereplő örökségekről és közösségekről szóljon. Ezek a fotók ezt nagyon jól tükrözik tartalmilag. Jó pár évvel ezelőtt elkezdtük már az igazgatósággal azt a munkát, amelyben igyekszünk dokumentálni, bemutatni ezeket az örökségelemeket, és elkezdtünk fényképsorozatokat, filmsorozatokat készíteni, és tulajdonképpen itt tartunk. Tehát már 30 örökséghez jutottunk el, és azért láthatók ők, mert róluk már készült fénykép, és folyamatosan járjuk az országot, járjuk a közösségeket, és igyekszünk őket dokumentálni filmen és fényképen is, és újabb és újabb örökségelemek kerülnek fel folyamatosan a Szellemi Kutatás Örökség nemzeti jegyzékére. Az Apáczai Nevelési Központhoz illő színvonalas programokat, kiállításokat igyekeznek szervezni a Művelődési Házban. A Szellemi Kulturális Örökség Magyarországon című fotókiállítás pedig igencsak nívósnak mondható, fogalmazott Pavlovics Attila, a ház igazgatója. Szabadtéri Múzeumnak a örökségvédelmi igazgatóságától kaptuk meg ajándékba már átmenetileg természetesen ezeket a képeket. Az 52 képből 30-at tudtunk kiállítani, folyamatos megtekintéssel lehetséges ezeket végignéznünk. Az UNESCO-hoz Magyarország 2008-ban csatlakozott, például a busójárással és hasonló kulturális örökségekkel. Ez a szellemi örökség valamennyiünknek fontos, hiszen az utánunk következő nemzedék számára a gyökerek ismerete elengedhetetlen. A Szellemi Kulturális Örökség Magyarországon című fotókiállítás a PKK Apáczai Művelődési Házban megtekinthető. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Magyarországi németek elhurcolása. Emléknapot tartottak Bonyhádon. Ünnepi gálaműsor Szekszárdon. A kultúra mindenkié. Jótékonysági estet tartott a Rotary Klub. Az elsődleges cél a fiatalok támogatása volt. Mészőnap. Átadták az író nevét viselő díjat és emlékplakettet. Kedre hidegfront érkezik, délelőtt keleten még lehet szorványos, vegyes halmazállapotú csapadék. Az ónos eső megszűnik, inkább szitáló eső, havas eső a valószínűbb. Eközben nyugat felől a felélénkülő északnyugati széllel egyre nagyobb terület felett csökken le a felhőzet. Délután már szakadozottan felhős, változóan napos égbolt válik jellemzőbbé az országban. Éjjel újabb melegfront érkezése látszik. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra!